Tequila Gold mellett. Jó reggelt. Én Frankie vagyok, és velünk van, elfogadta a meghívásunkat, Terry Black, köszönjük szépen neki. Mindenféle kérdéseket várunk tőletek a telefonszámunkon, a 0629-986-986-os számon, és ezen kívül melegedő.info, ne felejtsétek el. Telefonszámunk 55-55-986. Bizony, és ezen kívül a Facebookon jelöljetek bennünket. No hát érkezett ismételten egy SMS-ünk Ricky Martin témában. Sziasztok, kiskoromban imádtam Rickyt, és már akkor sejtettem, hogy más. Soha egy randis fotó, azt mondja, aktuális barátnő neve nem jelent meg a sajtóban, legalábbis én nem emlékszem rá. Attól függetlenül ennek ellenére is sztár, a coming out mit sem változtat ezen. Hát, hogyha kiskorodban már észrevetett, hogy ő más, akkor te már kiskorodban is más voltál. Terinek jobbulást és kitartást, a zene színvonalassabb lett, örülök, csak így tovább. Charlotte írta nekünk, és köszönjük szépen, hogy bizony-bizony folyamatosan. Terry Black a vendégünk, és ő hozzá intézzük a kérdéseket. Vágd a téglát. Vágom. Felröppent egy hír, mi alapján új boldogság került a te életedbe. Nem tudod, hogy kapcsolat? Kapcsolat, igen. Hát vettem egy pár villanykapcsolót, igen, szóval van a lakásban. És feszült vagy. Igen, és nagyon feszült vagy. Ez történt a hajaddal is az előbb, akkor ez ezért volt, jól van. Nem, már van egy új kapcsolatom, majd egy év múlva meglátjuk, hogy meg lesz-e. Aha, de boldog vagy? Hát különben nem lenne kapcsolata. Te mindig boldog vagyok. Ja, hát jó, most a kapcsolatra gondoltam, ja, kapcsolat, de Terry most nagyon nem akar. Figyelj, de ez egy olyan dolog, hogy egy új kapcsolat az ember kóstolgatja egymást gyakorlatilag. Aha. Mindegyik megmutatja a kis vasárnapi arculatát, tudod, amikor mész a csajjal rendezvúzni, felveszed a kis nyakkendődet, vagy éppen az új farmerodat, és mutogatod, hogy milyen jó pofa vagy. Jó anyukám, te a tűsarkudat veszed fel. Én meg nem hordok nyakkendőt, farmert azt inkább. Na, de nem, mert egy új kapcsolatban mindenki próbálja a jobbik arcát mutatni. Uh-huh. Ez meg akkor lesz isteni igazi, tudod, amikor az ember otthon reggel 6-kor föl kell az ágyból, ránéz, hogy jé, ez a marha. Ja nem, ez a kedvesem. Szóval nem mindegy, tudod, szóval azért, ez kell egy év. Az, aki szép reggel is szép, mikor össze is gyűlte az ágy, annak hát aki engem szép megtalál, hát nem tudom, na minden. Bár minden rajta mindenki jobban szexik, mint a temetőben, legalábbis puhában. Terry, azt mondd meg nekem, hogy hát rólad minden részletet tud a sajtó. Hogy tudod titokban tartani ennek az embernek a személyét? Mert ott senki semmit nem tud elmondani. Ez egy nagyon aranyos dolog. Máma reggel kérlek szépen volt a Tóth Ildi újságírónő nálam, nem mondom meg, hogy melyik újságtól, és annyi édesen tényleg tisztől délig próbálkozott olyan kedvesen, szóval 1810-től felelevenítettük a szeretőimet, és gondolt, hogy hát, ha majd valahogy, valami úton, módon, igen, és amikor mondtam neki, hogy akkor megint egy kicsikét kalandozott, játszott a kutyákkal, ezzel, azzal, azzal, ez egy vérbeli újságíró csaj, de nem jött neki se össze, szóval én megmondom őszintén, nekem gyakorlatilag egyetlen egy kapcsolatomról nem tudott a sajtó. Világos. Tehát ebben a kérdésben mi se fogunk előrébb jutni. Nem, jól van. Bár 90 óta vagyok idehaza, most írunk ugye 2010-et, ugye, tehát szóval gyakorlatilag nem. Jó, figyelj, hogyha a mostani kapcsolatodról nem akarsz beszélni, és ezt maximálisan tiszteletben tartjuk, mesélj nekünk arról, hogy mi amikor még nem voltál Magyarországon. Igen. Volt-e szerelmet külföldön? A szerelem volt egy jó pár, hát azért azt ne felejtsük el, hogy én 20 évesen hagytam el az országot, nem voltam épp a hogy mondjam neked, elutasítóbb. Igen, próbálkozik az ember. Tehát azért gyakorlatilag nézed, volt egyszer ugye egy 17 éves kapcsolatom, azért az... Ő volt 17 éves, vagy a kapcsolat? Nem, a kapcsolat. ő akkor, amikor én 20 voltam, ő akkor volt 40, tehát... Na de azért 17 év. Igen. Tehát nem semmi. Igen. Ennek ellenére a rohadt dög csalt meg, na minden. Szóval... aztán volt még két ilyen 5-6 éves kapcsolatom, és utána hazajöttem, mert hát... Mert már elég voltok kint. Nem, akkor bontották le a falat, és azt mondtam, hogy ennyi endékással én nem tudok együtt élni. És átsétáltál a falon. Mi volt a legfontosabb a kapcsolataidban? Tehát mi alapján választ ezt pár magadnak?
én mi alapján, engem nem érdekel soha az anyagi dolog, az se, hogy honnan jött, milyen nemzetiségű, milyen vallású. Isten igazából tudjak vele kommunikálni. Van ideál? Nincs, mert hogy mondjam neked, nekem világéletemben ezek a 190 méter magas, sukár, fiatal emberként ezt tetszettek, kérlek szépen, de megmondom neked őszintén, az összes barátom ilyen 176, te 177. Te választasz párt, vagy ők választanak téged? Ez 90-ig úgy volt, hogy általában én választottam ki. Aztán, most már téged választanak? De érdekes, nagyon sok dögevő van ebben az országban. Pont ezt akartam, szóval, mi a változás oka? Az a változás oka, hogy én soha nem szerettem a fiatalokat. Tehát nekem nem voltak, tehát nekem mindig idősebb partnereim voltak. Na most, amióta szerencsésen ugye az NDK-sok elől hazamenekültem, kérlek szépen, azóta bizony, ez nagyon-nagyon fordítva van. Az NDK-s most... párok elől hazamenekültél. Igen. Okay. Kérlek szépen, és most már megfordult a kocka, tehát most már ilyen 20 és 25 éves volt, aki 18 éves volt és udvarolt, de hát azzal nem mentünk semmire, amikor megtudtam, hanyatestem. De, hogy mondjam, egyre fiatalodik a korosztály, mert ugye a saját magam korosztályának én már nem kellek, mert azok valami fiatalabb húsra vágynak. Nálam meg úgy gondolják, hogy nem tudom, tanítóbácsi, vagy tanítónéni, és vagy... te hogy állsz ehhez a dologhoz, amikor sokkal fiatalabb? Szélesen tanítja, gondolom. No. Nem igazán. Te Kila, köszönjük szépen! Nem igazán, mert az ember persze megnéz egy fiatalt, tehát hülye lenne, szóval azért legyünk őszinték, nincs az a fiatalságot nem lehet megvenni, tehát az fiatalon mindenki szép, még a legcsúnyább is, mert fiatal. Nem csak reggel, ugye? Igen. Jó, de ez egy mulandó állapot, Frenki, úgyhogy jól figyelj. Hát igen, értem. Csak az a baj, hogy 30 év kell, hogy elmúljon, de ennek a jó embernek ez manus. Szóval jó, van édes még vagy 50 éves korában se fog ez rosszul kinézni, sajnos. Most hol tartottam, most kizökkent. Igen. Igen. A manusokról igen. Beszéltünk. Ja, a férfiakról beszéltünk. Tekila ilyen különben a manusokról. A mostani páromról annyit, hogy ő 40-en túli. Pont akartam kérdezni. Tehát végre az életem beljött az, hogy na, akkor már közelítünk a... 40-en túli és nem határon túli. Igen. Tehát mert persze hülye lennék nem megnézni egy 20-25 éves gyereket, de most gondolkozzunk abba. Ő el szeretne menni, egész más a zeneizlése, tehát minden. Amin én már rég túl vagyok, lehet, hogy másképp. Én este 10 órakor szeretek otthon feküdni, mondjuk mám az okogó görcsöt kaptam, hogy a Mónika Sónak vége lesz, most komolyan mondom, de sajnos. Meg az Onizin családnak is. Sajnos. De azt jobban sajnáltam. De hogy mondjam, ezek olyan dolgok, hogy az ember jobban szeret ebbe a korban már otthon lenni. Tehát, és egy 20 évestől ezt nem lehet elvárni. Értem, én is azt szoktam mondani a fiatal kolléganőknek, hogy oké, babám, hogy te fiatal vagy, neked nem biztos, hogy van jövőd, nekem már van múlt. Hát erre zenéljünk egyet szerintem.